A négyes körzetben csapadékvízelvezetési probléma oldódott meg 2017-ben. Januárban két alkalommal szállítják el a zöld hulladékot. Pályázatot nyert Gerjen a területi operatív programban. Megsemmisítették a pusztahencsei időközi polgármester választás eredményét. A szekszárdi öregfiúk nyerték a negyedik Bejli kupát. Ez a Telepaks kistérségi televízió híradója január 4-én csütörtökön. Köszöntöm Önöket! A Hásfa utcában padot helyeztek ki, a Kishegyi úton csapadékvízelvezetési probléma oldódott meg, ugyanitt komplex tervezés készült az esővíz okozta feladatok kezelésére. Mindez a négyes körzetben történt Bagdi László képviselő keretéből a 2017-es esztendőben. Bagdi László 2014-től a 4-es számú választókörzetben élők érdekeit képviseli a testületben. A politikus korábban más körzetben is látott már el hasonló feladatokat, a város alpolgármestere volt, jelenleg tanástokként is dolgozik Paks fejlődése érdekében. Mint választott képviselő, évente 1,5 millió forint egyéni keret is rendelkezésére áll, melyből több kisebb fejlesztés valósult meg 2017-ben. Többek közt a Hásfa utca 16 előtt padot telepítettek térkőburkolatra. Itt ebben a részben, ahol most állunk a Kishegyi úton, itt hát ugye a vízelvezetésekkel, ugye ezeken a lejtős területeken elég nagy felületek vannak, rengeteg csapadékvíz tud elfolyni, pláne egy ilyen havári esetben, amikor egy nagyobb zivatar van nyáron, akkor vagy záporeső, akkor nagyon mennyiségű víz folyik. Na most ezeket a házakat hát igyekszünk azért megvédeni lehetőleg úgy, hogy minél kevésbé ázzanak a házak mellett is. Mögöttünk ott látható egy olyan rész, ahol a csapadékvizet sikerült még olyanok a magasság-mélység viszonyok, hogy sikerült a Kishegyi úti csapadékvíz elvezetőbe bekötni, tehát ami a háztól lefolyik, összegyűlik egy csapadékvíz, hogy ne a ház mellé odafolyjon le, hanem kivezettük a Kishegyi úti csapadékvíz elvezetőbe. A Kishegyi úti társasházak mögötti részen komplex csapadékvíz elvezetési tervek készülnek. A kalkulációk folyamatban vannak, az esővizet a Domb utcánál található, már kiépített rendszerbe vezetik majd. Emellett tervben van a Kishegyi úttemplom utca kereszteződésében az üzletsornál található járda, illetve a parkolók burkolat cseréje. Ezt már az idei feladatok egyikeként említi a képviselő. Az körülbelül legyen 150-140 négyzetméter betonfelület, hát azt rendbe kéne hozni és térkővel megcsináltatni. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy a jövő évi képviselői keretet is, és akkor az idejének a maradékát, ami körülbelül legyen 850 ezer forint, azt még ahhoz hozzátenni, és akkor ebből valamilyen látványosat, valamilyen tartalmas dolgot, aminek van valami komoly értelme, azt meg tudjuk valósítani. 2017-ben a körzetben több nagy volumenű beruházás is elkészült, így az aszfaltozási program keretében a Kishegyi utca, a Rákóczi utca, valamint a Pál utcákban, decemberben pedig megtörtént a Hunyadi utca, Zrínyi utca műszaki átadása, a területen úgynevezett faltól falig rekonstrukció valósult meg. Januárban két alkalommal is elszállítja a zöld hulladékot a Kaposvári Hulladék Szállítási Nonprofit Kft. Pakson. Az évelei járatokkal a karáncsonyfákat is összegyűjtik az ingatlanok elől. Hamarosan elérkezik vízkereszt napja, amikorra a legtöbb család leszedi a karácsonyfák díszeit. A lecsupaszított fákat a napokban elszállítja a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., emellett két alkalommal is végez zöld hulladékszállítást Pakson és a többi hozzátartozó településen. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A korábban megszokott rendszerben végzi a zöld hulladékgyűjtést. Januárban Pakson 8-án, 9-én és 10-én lesz az első járat. Pusztahencsén, Nagydorogon és Győrkönyvben 11-én, Bölcskén, Madocsán pedig 12-én lesz az első járat. Januárban lesz még egy zöld hulladékgyűjtés, ez 22, 23 és 24-e Pakson, 25-én Nagydorogon, Pusztahencsén és Győrkönyvben végezzük ezt a tevékenységet, és Bölcskén, Madocsán pedig 26-án fogjuk gyűjteni a zöldet. Kérik a lakosságot, hogy az eddig megszokott módon kötegelve helyezzék ki a zöld hulladékot, a fűkaszálékot és a faleveleket pedig zsákba tegyék. A karácsonyfákat is összegyűjti a cég, a lakók díszek nélkül tegyék ki a fát, nem szükséges egy méteres darabokra aprítani. Kérjük a hulladékgyűjtő edények mellett a közlekedés biztonságot figyelembe véve helyezzék el, és onnan a kollégáink ugyanúgy el fogják szállítani, hogy eddig is.
A KFT munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy megfelelő módon helyezzék ki a hulladékot, ellenkező esetben nem tudják azt elszállítani, a közterületfelügyelet pedig felszólíthatja az érintetteket a szabálykövető magatartásra. Sikeresen pályázott óvoda építésére gerjen a területi operatív programban. Az óvoda az éves karbantartások ellenére rossz állapotban van. Az önkormányzatnak más alkalmas épülete nincs, így egy komplex intézmény kialakításához kértek támogatást, és közel 400 millió forintot nyertek. Az új épület az általános iskola mögött lesz, és ezzel egy oktatási központ jön létre, ahova a gyerekek bölcsödétől ballagásig járhatnak. Emellett a község 40 millió forintot nyert el egy új kút fúrására, 12 millió forintot pedig a kishajó felújítására. Megtörténik az általános iskola energetikai felújítása, egészségházat alakítanak ki, továbbá a sportöltözőt is felújítják pályázati forrásokból. Megsemmisítette a Tolna megyei területi választási bizottság a december 17-én Pusztahencsén tartott időközi polgármester választás eredményét, számolt be a hírről a Magyar Távirati Iroda. Az ügyről jelenleg a pécsi ítélőtábla dönt, január 14-én újabb polgármester választás lehet. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bán István nyerte meg a december 17-i pusztahencsei időközi polgármester választást. Ezt követően Iker Ibolya fellebbezett a helyi választási bizottságnál. Először is kifogásokat nyújtott be a helyi választási bizottsághoz, amit a választási bizottság elutasított. Ezután Iker Ibolya fellebbezett a területi választási bizottsághoz, Szekszárdhoz, amely ezen kifogásokat elfogadta, és a polgármester választás eredményét megsemmisítette. Majd a Tolna megyei területi választási bizottság január 14-ére újabb polgármester választást írt ki. Ezt a határozatot viszont Bán István fellebbezte meg, és jelenleg a pécsi ítélőtáblán várható döntés ezügyben. Pár napon belül nyilvánosságra kerül a pécsi ítélőtábla döntése. Ezen a bírósági határozaton múlik, hogy január 14-én lesz-e újabb polgármester választás Pusztahencsén. A szekszárdi öreg fiúk labdarúgó csapata nyerte a negyedik Beigli Kupa kispályás tornát az atomerőmű sportcsarnokban. Az immár hagyományos eseményen négy együttes versengett egymással a helyezésekért. A házigazda atomerőmű Ese öreg fiúk labdarúgó csapata mellett a Madocsa, a Tolna és a Szekszárd mérkőzött egymással az immár negyedik alkalommal meghirdetett Beigli Kupáért. Az eseményt az ASES szabadidő szakosztálya szervezte. Maga a dolog, hogy most játszunk egyet, nyilván az azt akarja, hogy vigyázzunk egymás óvatosan, de hát az eredmény az itt nagyon fontos dolog lesz, ezt tudja mindenki. Nyilván egymás testi épségére próbálunk azért vigyázni, de amíg szuflával bírja az ember, gondolom, addig itt mindenki nagyon sok fog futni, illetve hát az eredményességre is nagy szerepet, vagy hangsúlyt fektet. A körmérkőzéses rendszerű tornán először az Ase öreg fiú, Madocsa összecsapást rendezték, majd a Tolna is bemutatkozott a Szekszárd ellen. A felek kétszer 15 percig küzdöttek egymással nyújtott kapura. Mi abból a fajtából vagyunk még mindig, én azt hiszem, akik a bárhol szerepelünk, ugye én, ha beállok a srácaim közé játszani, akkor is ugye győzni. Úgyhogy ma is ez van, azért szeretnénk győzni, de én azt gondolom, hogy most azért ugye az elmúlt évekhez képest talán erősebb csapatok jöttek, a Szekszárd Tolna is egy masszív társaságként jötte. Ráadásul nem beszélve tavaly a Madocsa megfirkált bennünket, úgyhogy nem mehetünk mi sem biztosra. Még egyszer mondom, legyen ugye mindenkinek egy kicsit ilyen kellemes délutánja, legyen jó játék. Aztán az eredményt mondhatjuk azt, hogy hát másodlagos, de mégsem. Tavaly is már részt vett a csapat a Beigli Kupán, akkor a Tolnai öreg fiúk csapat vett részt. Az idejében egy kicsit megerősítettük a csapatot, mert tavaly, jól emlékszem, negyedik helyen végzett a csapat, vagy ötödik helyen végzett a csapat, és úgy gondoltuk, hogy az idejében egy kicsit megerősítjük. A karácsonyi időszakban a rendkívül magas színvonalú, sportszerű futballünnepen végül veretlenül a Szekszárd diadalmaskodott. Második a házigazda Ase, harmadik a Madocsa, még negyedik a Tolna lett. Így a kiírás értelmében utóbbi gárda a Vigasz díjjal, vagyis a Beiglivel is gazdagodott. Holnap napközben felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Eső zápor helyenként előfordulhat.
A délnyugati szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 fok körül alakul. A legmagasabb nappali csúcs 11-12 fok közelében várható. Tartsanak velem holnap is, további jó televíziózást, viszontlátásra!